Ma reggeli csöndességünk címe, hogy a megváltó romolhatatlan üdvjavakat szerzett. Olvasom hozzá Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele harmadik részéből a 16. verset. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Emlékeztek, az üdvösség, a visszaszerzett és helyreállított élet és halhatatlanság. A visszaszerzés és a helyreállítás munkáját Jézus Krisztus végzi, mint megváltó. A megváltó romolhatatlan üdvjavakat szerzett, ilyen például, hogy kiengesztelte az atyát. Vége az atya haragjának, s ettől kezdve Jézus Krisztusban nem csak megbékült, hanem Jézus így mondja, hogy szeret titeket az atya, és meghallgat titeket az atya. És bátran kérjetek az atyától az én nevemben, megcselekszi, és én megcselekszem, hogy dicsőítessék bennem az atya, hogy amit kértetek, az valóság lesz. A megváltó eltörölte a bűnt. Tudjátok, amikor találkozom hívő emberekkel és ilyen ködös tekintettel néznek rám, akkor mindig megkérdezem, hogy te már nem hiszed, hogy eltörölte? Jaj, te, de él. Mi? Eltörölte a bűnt. Na de hát, megint visszaestem. Igen? Úgy gondolod, nem tudta? Úgy gondolod, részletfizetést csinálta te életedre? Nézem, mindenki ki van fizetve, de a tiédnek azért hagyott ki részeket, hogy vádoltassék a te lelked, hogy jaj, de ki vagyok és milyen vagyok. Eltörölte. Legyőzte a halált. Tudjátok, a halál hordozza azt a félelemkeltő erőt és hatalmat, amitől az emberek lelke zsarolhatóvá válik. Tedd meg, mert különben megöllek. Ha nem úgy gondolkozol, nem úgy beszélsz, megöllek. Gyilkosságokkal fenyegetve egy sereg ember nem élte át, hogy meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek. Az élek az Istennek az azt jelenti, hogy Jézus legyőzte a halált, és engem belevitt a maga áldozatával az Istennek abba a halálos ítéletébe, ahol a halál legyőzetett, és többet nem uralkodik. Hogy a testem a múlandóság alá vettetett. Ahhoz tudni kell a két halál fogalmát, hogy az egyik a test halála, ez egy sátor. Ennek a sátornak a feladata, hogy hordozza azt a lelket, értelmet, személyiséget, akivé teremtettem, és ennek a megváltása ugyan a Golgota keresztje áldozatáért megtörténik, de azt a jövőbe helyezi az Úr, mert itt, amíg ez a test ebbe a porsátorba, ebbe a kísérthetőbe, ebbe a nyomorultba élem az életemet, addig minden engedelmességben az Isten dicsőítetik meg ebben a testben is. Eltörölte a bűnt, legyőzte a halált, romolhatatlan üdvjavak ezek, megszüntette a kárhozatot és a poklot. Tudjátok, az én számomra a pokol halott. A Biblia megszemélyesíti a poklot is, így mondja, hogy Jézus lefegyverezte az erős fegyverest, a halált is, meg a poklot is, elvette a kulcsot tőlük, és ezzel elvette a fenevadnak, a sátánnak azt a hatalmi lehetőségét, hogy ezeknek fogságába zár, vagy ezeknek ítélete alá rekeszt. Jézus legyőzte. A halálból való feltámadása pedig visszaszerezte és helyreállította az életet és a halhatatlanságot. Most elmondom egybe az egészet, a megváltó
kiengesztelte az atyát, eltörölte a bűnt, legyőzte a halált, megszüntette a kárhozatot és a poklot, halálból való feltámadása pedig visszaszerezte és helyreállította az életet és a halhatatlanságot. Szó szerint ezt idéztem a második helvét hitvallásból. A megváltó Jézus Krisztus megszerezte az üdvösséget a számunkra, és közli, és eljuttatja hozzánk. Tehát nem olyan dolog, hogy elvi dolog, hogy ő szerzett nekem valamit, és ezt higgyem. Nem, ez egy gyakorlati dolog, amelyikben gondoskodik arról, hogy az enyém legyen, amit nekem szerzett. Mivel a Krisztus személyén és életén keresztül lett és született a kereszténység, aki életformáló hatalom, az Isten cselekedeteinek idői manifestációja. Tehát Jézus Krisztus személye és életén keresztül vagyok, és lettem róla elnevezett kereszténynek, Krisztusinak. És mivel életformáló hatalom munkálkodik a kereszténységbe, bennem is. Benned is életformáló hatalom munkálkodik. Amit a keresztény ember éppen a tény által és a benne is végbe menő tényben tanul meg és ismer meg, mit? Megismerem azt, hogy meg vagyok váltva. Kérem, a szabadulásnak olyan típusú öröme van a szabadításban, amit aki megkapta, hogy az üdv tény ebben a valóságban, hogy eltörölte a bűnt, az ember tulajdonával lesz, és átéli annak a valóságot, hogy megbocsátattak a vétkeim. Légy áldott érte, Uram! Amikor benne is végbe menő tényekben tanítja meg az Isten, hogy ki vagyok neked, miket csináltam érted, és ezeket életre hívja a hívő ember életébe. Ezek nem elvont dolgok, hanem életvalóságok. Ezért, hogy tanít meg dolgokra? Ugye az Ószövetségben ezt mondja, hogy megváltott, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, te az enyém vagy. Jön az Új Szövetség. Tudjátok, amíg a proféták nem szólongatták meg az embereket név szerint, hogy jöjj és kövess engem, és azt mivelem veled, hogy ember halász leszel, Jézus Krisztus szerte jár és megszólítja az embereket. Érdekes módon a mi a neved, az csak egy helyen kérdezi a sátántól, mert meg kell vallania, hogy légió a nevem. A többieket nevükön szólítja. Honnan tudod, hogy évek láttalak a fügefe alatt? Zárka, hogy szállj le a fáról. Néven szólítja. Mert igazolja, hogy az Istené vagy, nekem adott, a tulajdonomat ismerem. Azt mondja, hogy én ismerem az én nyájamnak juhait, aztán ők is ismernek engem, én nevükön szólítom őket, meg követnek engem. Az Isten, akinek az életébe a romolhatatlan üdvjavait odaadja, és azáltal éltetni kezdi, azt a hívő ember pontosan tudja, és ez a véghetetlen hálaadásnak és a hívő biztonság érzetének, ez örök megtartó ereje. Az üdvtény, a megváltottalak, ott a Golgota keresztje. Üdvtény, ennél nagyobb tény nincs. Aztán elmondja, hogy mit jelent, és hogy kikért történik. És akiért történik, az pontosan tudja, hogy engem váltott meg, és én megváltott vagyok. Az enyém vagy, kifejezés. Az egy idegen számára, hogy enyém vagy, hát vagy jelent valamit, vagy semmit, általában semmit nem jelent. Tudjátok, a házasoknak is meg kell tanítani, a házaspároknak, hogy te tulajdonba adta neked az Úr azt a másikat. És téged is tulajdonba adott annak a másiknak. Így vagytok ketten egy test és egy lélek. Na most tudjátok, nem is beszélek róla, úgyse érdekel senkit. Az egyetlen és mindent magába záró üdvtény, kérem, Jézus születése maga, amelyben minden üdvösség,
a visszaszerzett és helyreállított élet és halhatatlanság is benne foglaltaték. Ezért fantasztikus Pálnak ez a furának tűnő mondata. Elolvasom még egyszer. Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdetetett a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Megjelent testben. Jézus születése. Jézus születése. Minden üdvtényt már hordoz magában. A testletöltése. Mindent, amit Isten a békesség tanácsában tervezett, és Jézus Krisztus végrehajtott, és eljuttat hozzád, és éltet általa. Csak ennyit mondok, a megváltó romolhatatlan üdvjavakat szerzett, és ezzel éltet, romolhatatlan magból adott életet, majd a romlandót levetem, a romlandóba átöltöztetem, és részesülök abba a mennyemenetelbe, és a fiúnak abba a dicsősége, amit megláthatok ígérete szerint. Ó, legyen áldott érte Isten. Amen.